Sziasztok, szép jó napot ismételten. Egy finom kis desszertet, pontosabban egy ünnepi kalácsot fogok elkészíteni. Pontosabban fogunk elkészíteni a kisfiammal. Ez hasonló lesz, mint a panettone. Nem tudom, mennyire ismeritek. Ez egy olasz ünnepi kalács, de mégse ugyanaz. Hát mondom nektek, hogy én hogy készítem el. Itt látjátok, előkészítettem egy cserépedényt. Ebbe fogjuk megsütni, természetesen tető nélkül. A sütőbe egy magas kalács lesz, amit a végén be fogok vágni a tetején. Ugye a tészta egy kicsit meg fog hasadni a tetején, és úgy fogjuk megsütni. Egy nagyon-nagyon kellemes dolog, akinek van kedve, természetesen próbálja ki. De csinálunk szerintem még több kalácsot itt ünnepelőt, csak idő ilyen nem biztos, hogy bele fog férni. Ezt a nagyon finom gyümölcsös kalácsot most megcsináljuk, ez biztos. Mondom nektek, mi az anyagszükséglet. Mindenképpen meg kell langyosítani mindent, tényleg akkor jó az állag, a liszt, a tej, minden egy kicsit legyen langyos, sokkal jobban fog kelni a tésztánk. Mondom nektek, mire van szükség. Egyszer van fél kiló lisztünk, én BL55-ből készítem, nem egy nagy dolog. Van 5 deka olvasztott vajunk, semmiképpen nem kell annyira épp hogy olvadjon meg, tehát nem kell, hogy forró legyen, stb. Azt mondja, 5 deka porcukor, és én már ide hozzátettem egy nagyon-nagyon pici vaníliás cukrot. Egy 2-2,5 deka élesztőt fölfuttattam, egy nagyon pici langyos tej, cukor és egy fél kanál lisztbe. Azt mondja, kell nekünk egy darab tojássárgája, mint látjátok. Körülbelül 2,3-2,5 deciliter langyos tej, sóból éppen egy csipetnyi kell majd, azt nem dekázzuk ugye. Kell 5 deka kandírozott narancs citromhéj, ezek nagyon-nagyon kellemes dolgok, és egy 5 deka gram aszalt meggyel fogunk dolgozni. Egy darab tojás kell majd a végén a kenéshez. Hát végül is ez az anyagszükséglet, és akkor elkezdünk dolgozni, mégpedig ugye kezdünk a liszttel. Ezt ugye aki szeretné átszitálhatná. Én most egy nagyon-nagyon picit a mikróba előmelegítettem a lisztet, de bárki beteheti sütőbe természetesen. Mindenkire rá van bízva, hogy hol melegíti át. Ugye mert nekünk nem elég az a hőmérséklet, ami mondjuk van itt a szekrényünkben, tehát annál egy picivel több kell nekünk. Így kézzel az elején egy nagyon-nagyon picit eltisztázom a lisztet, de természetesen aki szeretné, szűri át, nyilvánvaló. De én úgyis kézzel annyira kifogom ezt dolgozni, hogy ebbe hiba nem lesz. Jó nagy keverőtálba dolgozunk, de ez teljesen mindegy. Nézzétek meg a kis fölfutatott élesztőt, teljesen hibátlan, langyos tejbe. De és tényleg itt, ha minden langyos, sokkal-sokkal jobban fog kelni, élni a tésztán. Na, először is benne van akkor az élesztő, a liszt, hozzáteszem a tojássárgáját, nyugodtan be lehet középre pöttyinteni, hozzáteszem a cukrunkat, a sót még egyelőre semmiképp nem teszem hozzá, és szépen körbeöntöm a tejjel. Na most ugye itt megint csak mondtam nektek sokszor, hogy hiába írja ki az ember pontosan a receptet, itt a liszt és a nedvesség, a tej, tehát a folyadék aránya mindenképpen egy nagyon picit változhat. Igen, pótolni kell hozzá, ha úgy érzitek, hogy nagyon ragacsos, ugye a lisztek a sikertartalma nem ugyanaz minőségben a liszt, tehát ebből a szempontból oda kell figyelni. És a vajból csak a felét teszem egyelőre hozzá, a másik felét meghagyom, és majd mondom nektek, hogy mikor keverem hozzá. Utána itt jön a kézi munka, mint ismeritek. Gyönyörű szépen elkezdjük kidolgozni a tésztánkat. De majd pontosan a videó alá le fogom írni dekára a receptet. Tehát nagy tévedés ott nem lehet. Ha valaki követi ezt a leírást, akkor ugyanígy fog sikerülni. Itt az a lényeg, hogy jól
össze kell dolgoznunk az anyagot. Amikor annyira összedolgoztam már, akkor ki fogom venni munkaasztalra, tehát nem ebben a nagy tálba csináljuk meg. Ezt mondjuk kenyérhez vettem, ahhoz első osztályú. És én innen látom már, hogy ez a mennyiség mindenképpen megfelel a igényeinknek. Sőt, még lehet, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon picit, kemény is lett a tésztánk, de hát miután kidolgozom és megkelt, ez teljesen jó lesz szerintem. Na, el is veszem a keverőtálat, és innentől munkaasztalon, egy másodperc, itt megigazítom magam, és itt munkaasztalon gyönyörű szépen elkezdem át dolgozni a tésztát. Hát körülbelül ez a folyamat egy jó 10 perc, tehát innen ki is kapcsoljuk a kamerát. Amikor jól átdolgoztam a tésztát, akkor visszajövünk, és mutatom a további folyamatokat. Túl vagyunk nagyjából a átdolgozáson, én ebbe a szakaszba megfogom, és két csipet sót tettem a tésztára, amit ismételten tovább fogok gyúrni. És szándékosan csak ilyenkor teszem bele már sót, amikor össze van dolgozva a tészta nagyjából. És innentől kezdve a maradék vajjal ismételten elkezdem átdolgozni a tésztánkat. Folyamatosan hozzáadjuk. És innentől számítva még 10 percig fogom dagasztani a tésztát, és utána megy be a kelesztőtálba. A gyümölcsöt még mindig nem tesszük hozzá, azt is megmutatom pontosan, melyik epizódba szerepel benne. Hoppá, nem is baj, hogy kiborult, mert jó helyre borult. Itt az a lényeg, hogy ezt a vaj mennyiséget még föl fogja venni, amivel jól átdolgozzuk, és gyönyörű, szép sejmes tésztát fogunk kapni. Mindenhonnan felszedjük. És igazából most kezd el kialakulni a tésztánknak az állaga. És nem is kell félni, mert látjátok, hogy ragacsos, mert ez természetes, az a jó a ragacsos. Addig kell gyúrni, dagasztani, míg innen mindent ismételten föl nem vesz. Mint látjátok is, már hipsz-hopsz össze is szedtem. Szerintem egy 2-3 percig még én ezt dagasztom. Addig ismételten elmegyünk. Végül is azt nem is mutatom meg nektek, hogy ezt beteszem egy kelesztőtálba, és körülbelül egy olyan 35 percig lefedve langyos helyre teszem, és utána fogunk ismételten visszajönni. Ismét visszaérkeztünk, megkelt a tésztánk. Én ezt most ismételten kiveszem a munkaasztalra. Nézzétek meg, gyönyörű szép laza lett a tészta. És egyszerűen kézzel, nem is kell ezt kinyújtani, széthúzogatom. És egyszerűen bele fogom tenni az aszalt citrom, narancshéjat és az aszalt medgyet. Teljesen milyen elrendezésbe. És ismételten jó át fogom dagasztani a tésztánkat. Aki szeretne, esetleg még egy kis cukorszórást ilyenkor tehet, nekünk elég a cukor, ami most benne van. És gyönyörű szépen összehajtom, és ismételten elkezdem átdolgozni a tésztát, hogy a gyümölcs mindenhova egyenlő arányba jusson el. Most ismételten nem foglak föltartani benneteket,
Itt az a lényeg, össze fogom dolgozni a tésztát, vissza fogom tenni a kelesztőtálba, ismét egy 30-35, akár 40 perc, szépen jöjjön fel a tészta. Mutatom közben. Elő fogom melegíteni ezt az edényt sütőbe, de nem kell tűz forróra, olyan körülbelül 40 fok, 40-45 fokos lesz a cserép. Utána bele fogom helyezni, le fogom takarni ebbe a meleg cserépbe, és ismételten legalább egy 40 percig benne hagyom. Utána szépen meg kell, bevágjuk a tetejét, megkenjük tojással, és mehet be a 180-as sütőbe. De természetesen nem sokára jövünk vissza, átdolgozom kellemesen a tésztát még, visszarakom a kelesztőtálba, mint mondtam, hagy kelje meg gyönyörűen, és utána találkozunk ismét. Ismét itt vagyunk, ismét megkelt a tésztánk, én a kelesztőtálat már odébb is teszem. Gyönyörű szép, nézzétek, laza a tészta, és a következő dolog, még egyetlen egyszer szépen átdolgozom a tésztát. Ez azt jelenti, ez az utolsó átdolgozás. Szépen átgyújjuk, és előmelegítettem a cserepet, mint mutattam nektek, és abba bele fogom helyezni. Na most a cserépbe körülbelül egy 35 perc, 40 percig fogjuk még keleszteni, utána be fogom vágni a tetejét, ráteszek a tetejére egy csöpp vajat, azt is megmutatom, és gyönyörű szépen készre sütjük. Nagyon-nagyon finom kis desszertet készítünk, tele finom gyümölccsel, nem lesz szerintem csalódás benne. De természetesen, amilyen formára szeretnétek, tehát ha valaki beteszi egyszer egy sütőformába, az is teljesen jó. Vagy még ha csinál rajta egy hármas vagy egy négyes fonást, az is teljesen megfelelő. Na lassan elég is lesz ennyi átgyújás. Gyönyörű szép. A lényeg az, hogy ugye amikor itt befejeztem az átgyújást, mindig ezt a nyitott részét tegyük be, pontosabban összecsípkedem most, megmutatom. És a nyitott részével, tehát nem ebből a részével, ebből a részével helyezem be a cserépbe, amit így összecsípkedtem. Ugye, hogy amikor elkezd kelni, és ez alul lenne, sokkal-sokkal nehezebben jönne föl. Ez ebbe a pozícióba most belemegy, gyönyörű szépen meg fog kelni, és ennyi a történet, hozom a cserepünket. És azt hangsúlyozom, hogy ennek nem szabad forrónak lenni. Tehát betettem a sütőbe. És satszper köböt 40 fokra tettem be. És épp, hogy átlangyosodott, tehát nem forró ez az edényünk. Sütőpapír természetesen belehelyeztem. És ebbe a formába, mint említettem, 30-35, akár 40 perc, majd meglátom, hogy jön fel a tészta, be fogjuk vágni, pici vaj a tetejére, röpül a sütőbe 180 fokra. Nem sokára akkor jövünk, pontosabban abba a pozícióba jövünk vissza, amikor megkelt. Ismét itt vagyunk, elérkeztünk az utolsó előtti ponthoz. Nagyon kellemesen langyos a cserepünk, megkelesztettem ebbe a tésztát, nézzétek meg. Gyönyörű szépen hömpölyök ki a gyümölcsös kalácstésztánk. Most ebbe a helyzetbe először is meg fogom kenni a tésztánkat. Fölvertem egy tojást, és szépen óvatosan, nem nyomjuk agyon a tésztát, érzéssel megkenjük. Reméljük szép hólyagos is lesz a tésztánk, de innen már nagyon-nagyon pepecül néz ki. Elő van melegítve a sütő, 170-175 fokon fogom megsütni ezt a kalácsunkat, és körülbelül egy olyan 35-40 perc, de természetesen oda fogok figyelni, és ezt is le fogom írni a videóba, hogy pontosan meddig tartott a kenésünk. Most fogunk egy jó pofa
pengét, tudjátok, mint a műtőbe, tampon szike törlés, de most a szike jön, és csinálok egy négyes bemetszést, ez azt jelenti, hogy mind a négy oldalról gyönyörű szépen bevágjuk a kalácstésztánkat. Nagyon szépen megnyílt, itt is ráigazítunk, és most már nincs más hátra. Fogunk körülbelül, nem kell sok, egy 2 deka, egy 2 dekagram vajat, amit a közepébe be fogok helyezni. Ez annál is inkább kell, amikor elkezd olvadni a vaj, akkor szépen ezekbe a bemetszésekbe szét fog folyni, és egy fantasztikus kalácsot kapunk, ha minden igaz. Na, nehogy összeessen a tészta, én elindulok a sütőbe, és félúton természetesen befilmezünk a sütőbe is, hogy hogy néz ki. Pillanatra bekukucskálunk a sütőbe, gyönyörű szépen sül, innentől számítva kb. Egy negyed óra 20 perc, és már vesszük is ki. Nem sokára jövünk vissza. Ismét itt vagyunk, megsült a kalácsunk. Egy jó 50 percig volt benn, de megmondom miért, mert túl magas az edényünk. Tehát szükség volt arra, hogy belül is rendesen át tudjon sülni. Nézzétek meg, nagyon szép lett. Hát most kihűtjük, és utána visszajövünk, és föl fogjuk vágni, meglátjuk, hogy milyen lett a kalácsunk. Én szerintem nagyon szép, nagyon kellemes illat van, gyümölcsös illat van, hangsúlyozom, tehát ennek az aszalt megynek is az illata fantasztikusan jön ki. Nem sokára jövünk vissza, és csinálunk egy vágáspróbát, meglátjuk. Csináltunk menet közben egy kis trükköt is. Ugye nagyon magas volt a tésztánk, és ahogy hűl ki, nem szerettük volna, hogy megtömörödjön. Tehát visszafele, fejénél fogva lefele lógatjuk most 2 darab hurkapálcikával, és így, látjátok, nem tud összetömörödni, pont fordítva lógatjuk, és mind addig, míg ki nem hűl, egyszerűen átszúrtam a sütőpapíron keresztül a tésztát. Na, ez csak érdekességképpen. Aztán meglátjuk, hogy milyen a végeredmény. Most már tényleg csak akkor jövünk vissza, ha szeleteljük. Most egy 20-25 perc hagyjuk kihűlni. Ismét itt vagyunk, visszajöttünk. Elkészült a gyönyörű gyümölcsös kalácsunk. Fantasztikus nagy lett. Alex megmutatja. Nagyon-nagyon szépen megsült. Ugye körülbelül mennyi ideig sütöttük? Hát ezt kb. Egy olyan 50 percig sütöttük, 55 perc, satszper, mert ugye az volt a technológia, hogy ez túl magas, és a belseje is normálisan át tudjon sülni, tehát így egy kicsivel több időt hagytuk benn. De viszont, ha minél keskenyebb ugye a forma, minél lejjebb jön a tészta, tehát akkor csökken a sütési idő. Még egy technológiát elmondanék, pontosabb, amit az előbb alkalmaztam, ezt a fellógatást, amit láttatok, ezt igazából nem én találtam ki, hogy ezt így étek. Van ez a olasz panettone, úgy szintén ez egy ilyen kalácsrecept. Ott, amikor megsütik a kalácsokat, ugyanígy lógatják visszafele, hogy ne tömörödjön meg, tehát melegen ne menjen össze a tészta. Ahogy kihűl, természetesen akkor ugyanígy vissza lehet fordítani, a helyére lehet tenni a kalácsot. Tehát mindig fejjel lefele meg, hogy fordítsátok, bele nyomtok 2 nagy hurkapálcikát, és 2 edény szélére fölakasszátok, és így nem tud összetömörödni a tészta. Na hát most megtiszteltük a kis kalácsunkat, kap egy nagyon-nagyon pici porcukorszórást. Én csak javaslom, hogy készítsétek el, és föl is fogom vágni mindjárt. Tehát tényleg egy egyszerű dolog, nem volt egy veszélyes, minden alapanyagot föl fogok írni nektek. Az a lényeg, ha esetleg van egy olyan edényetek otthon, ami egy nagyon picivel magasabb, mert azért tényleg így egy szimpatikus kis dolgot kaptok, tehát nem a megszokott fonott kalács, meg a forma kalács, persze avval sincs semmi baj, mert imádom őket, de ez egy nagyon kis különlegesség, hát én csak tényleg javasolni tudom, oda kell állni, ezt meg kell csinálni. Tehát ez nem azonos a panettonéval, tehát nem ugyanaz a recept. Igazság szerint avval egy nagyon picit több a macera, mert azt is sütöttem már, de ha utána néztek a szakirodalomba, az azért az odafigyelősebb, sokkal hosszabb keresztési idők vannak,
többször át kell hajtani a tésztát, tehát az egy más kategória. Na, hát én azt mondom nektek, hogy ha Alex fiam ideenged, akkor én csinálok egy vágáspróbát, és igazából megnézzük, hogy valóban mit alkottunk, ha hibáztunk, mit hibáztunk, mert ugye én mindig mondtam nektek, a hibákat is be kell vállalni, mert azért vagyunk emberek, hogy bevállaljuk. Ugye minden nem sikerülhet mindenkinek, mert aki azt mondja, hogy minden sikerül, az kampózik, tehát ilyen a mesében nincs. Na, gyerekek, akkor valahonnan elkezdem fölvágni. Igazság szerint ilyen szeleteket szoktam belőle vágni. Mindjárt ki is húzzuk. Hát így néz ki a mi kis kalácsunk. Én szerintem gyönyörű, foszlós, tele van gyümölcsel, nagyon-nagyon szépen megkelt. Talán egy kicsit kihúzom a fényre, hogy jobban kapjon fényt. Így tudom igazából megmutatni nektek. Ennyit szerettünk volna végeredménybe mutatni. Szerintem nagyon szépen sikerült. Itt még este fele meg fogjuk ezt kóstolni. Rámegyünk egy kicsit. Szerintem csodálatos, és az egész konyhában, gyerekek, fantasztikus illat van. És ugye nem minden napi alacsony kalács, magas kalácsot kaptunk. Mit szerettem volna még mondani nektek? Igen, még nézitek a kalácskát, két dolog van, amit nagyon-nagyon gyorsan elmondok, és természetesen ez nem felhívás egy keringőre. Mondom az első dolgot, nagyon-nagyon sokan, vissza is lehet nézni kommentekbe, épp egy úriember Franciaországból írt, hogy esetleg nem-e tudná támogatni a csatornát. Ugye én ezekkel a dolgokkal nem is foglalkoztam eddig, mert tehát nehogy azt higgye valaki is, hogy ezt most a pénzért csináljuk, a családom a pénzért csinálja, tényleg szeretettel megosztjuk, amit itthon eszünk, azt általában lefilmezzük, sőt, hát most már mindig lefilmezzük, és végeredményben, tehát arról van szó, hogy többen mondták, hogy támogatnák a csatornát, természetesen lenne hova helye a pénznek, nyilvánvaló, mert rossz a világítás, itt meg stabilizátort kéne venni a kamerára, tehát sok mindenről beszélgetünk itthon, de én eddig ezt így elhesegettem. Na most, én azt mondom, meg a családdal is megbeszéltük, hogyha valakinek van kedve, és ha már valaki támogatja ökumenikus, mit tudom én, egyházakat, meg a ilyen alapítvány olyan, akkor én is igen mélyne fogadhatnám el, természetesen, ha ilyen van, akkor elfogadom, igazából nem fogom sehova kiírni, tehát ahol van a névjegy, ott meg tudjátok nézni azokat az elérhetőségeket, ahol lehet támogatni, és akkor tudunk fejleszteni a konyhába, meg nem utolsó sorban tudunk olyan ételeket is venni, például tudok egy kis libamájat venni, egy kis bélszint, tehát tudunk különlegességeket is esetleg főzni. Ezt kihajtom, jobban lássátok. Gyönyörű szép lett. Na, visszatérve, sokat pofázok, tudom. Tehát, ha van ilyen alkalom, és valaki tényleg azt mondja, hogy utal mondjuk 20 forintot, az is 20, sok kicsi sokra megy, egyszer meglátjuk, mire tudjuk ráfordítani. Tehát ez a névjegynél ki lesz téve, én máshova nem is teszem, tehát nem teszem az ételek alá, nem teszem a videó alá. Két ilyen elérhetőség lesz egy ilyen play számla, vagy mi a jó Istennek hívják, azt meg egy OTP számla, ha valakinek van kedve, ígyunk egy sört, ígyunk egy kávét STB. Na, másik dolog, ugye tényleg túl vagyunk a 20 ezer feliratkozón, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, természetesen. Nagyon-nagyon sok jó embert megismertem, és ez már magába öröm, hogy ennyi emberrel tudtam így ismerkedni, meg kommunikálni, meg tényleg életviteleket, családokat, tehát nagyon sok mindenről beszélgetünk. Mit akartam ebben mondani? Mondom, igen. Tehát én is szeretnék valamit felajánlani. Van nekünk itthon egy nagyon-nagyon régi, egy olyan 60-70 éves réscsévingem, egy igen nagy. Tehát én ezt valahogy a felhasználók, a feliratkozók között ki fogom sorsolni. Még nem tudom pontosan, hogy fogom ezt megtenni. Ezt ki fogom találni, hogy mi a becsületes, mert tényleg úgy szeretném, tehát itt nem lesz sindi-bindi, meg izé, tyutyu-mutyu, tehát ez úgy lesz, ahogy a nagykönyvben meg van írva, valahogy bezsákolom az összes nevet, és akkor természetesen ki fogom sorsolni azt az új embert vagy hölgyet, aki ezt megkapja, és ezt úgy kapja meg,
hogy én még a szállítást is állom, tehát a postát, minden. Ez lesz az én ajándékom. Ez egy nagyon-nagyon ritka darab, ebből nincs sok az országban, az 7 szentség. Ezt még fel is lehet használni esetleg partikon, meg stb. Stb. Tehát ez a mi ajándékunk nektek, pontosabban valakinek, ugye, hogy ennyien lettünk. Na, tehát végül is ennyit szerettem volna még mondani, de természetesen erről a rés csévingről föl fogok tenni egy videót, és akkor ezt külön el fogom ott mondani. Most nem tudom, hogy szavazás, hogy én nem, tehát nem, igen, ezekben a dolgokban nem vagyok tisztában, én csak itt főzöcskézek, tehát valahogy becsületes úton folyjon le az egész, nem tudom, hogy gyűjtsem össze az embereket, mert ugye rengeteg olyan feliratkozó is van, akit nem lehet látni, de feliratkozott, csak ő el van rejtve, tehát ilyen rejtett feliratkozók, nem tudom. Na mindegy, ezt majd kiumbuldálom, vagy ha valakinek van valami jó ötlet, az majd elmondja nekem. Akkor én el is mondanám a végszót, amit szoktam. Hát nagyon szépen köszönöm, aki fel van iratkozva már hozzám, nagyon sokan régen, hogy néztek. Remélem nagyon hasznos receptekkel tudtam eddig is szolgálni. Aki meg esetleg még nincs feliratkozva, azt tegye meg, ha kíváncsi például egy ilyen nagyon finom gyümölcsös kalácsra. Ugye itt a húsvét el lehet készíteni, akár vendégvárónak, tehát ebben megkínáltok valakit. Azért ez ott van a toppon, nem azért, mert én csináltam, nehogy félreértsetek, mert látványos, finom, kellemes, lágy ízű, foszlós, és mégis van egy ilyen kis gyönyörű tartása az egésznek. Hát csak ezért javasolt, amit gyorsan eltűnt még egy szelet, egyik fiam elvitt egyet, na csak azért szélesedett itt a kép. Na, nem is szaporítom a szót, vigyázzatok magatokra, a teljes recept leírást oda kiteszem a videó aljához, ha valami kérdésetek van, akkor meg írjátok meg. Nagyon kellemes napot kívánok, sziasztok!